egyértelműen kilépés volt. A sátrai nem sátorban egy futbolszerűségben feküdtünk. Fegyverrokogásra építettünk, és ott lapultunk, hogy meg tudjunk nyílni a többet, hogy mi történik. Azután két fegyveres jelent meg a sátrunk mellett, akik egy fa bottal legelve minket felszólítottak, hogy álljunk ki a kunyhók közötti területre. Oda felsorakoztattak minket a másik sátorban álló kollégákkal együtt, és lövéseket adtak le ránk. És rájuk, és mi pedig a másik oldalon menekülni próbáltunk. A útirataikat is lefénymásolták, elküldték az apart területre, ahonnan papkan visszajött egy engedély, hogy az a hír határben az beléphet el a térségre. Az út folyamán először egy-két fegyveres kísérőt kaptuk, az út közben pedig még csatlakozott, tehát végig két darab fegyveres kísérlet volt a csoporttal, mint minden más csoporttal, tehát nem csak a miénkkel mindenkinek, csak két fegyveres volt. A Gábor több mint 13 órán keresztül próbáltuk életben tartani, küzdöttünk az életért. Te tartottad? Igen, te. Egy olasz hölgy segített, illetve minden segítséget Inci szaladgált, amire csak szükségem volt, vizet hozott, megszervezte a már elkezdték a mentésünk előkészületeit. Folyamatosan ígérgették, hogy helikopter fog érkezni, és folyamatosan ezzel tartottuk benne a lelket. Úgy tudom, de ez csak hallomásbeli értesülés, hogy a német csoportnak a vezetője ment le egy idő után. Az etióp hadsereg, akikkel próbáltak a katonák rádió keresztül kapcsolatba lépni, nem tudom mennyire sikeresen. Majd a német csoportnak a vezetője tudott műholdas telefonon a német nagykövetséggel kapcsolatot teremteni.